A következő részt, minden más, mint folytatása az előzőnek, egy kis szünet után. Én úgy gondolom, hogy elég jó témát érint a Miklós, és ebben bőven van mit még átbeszélni. Aztán a következő szünetig most ez legyen, és az ott után viszont legyen egy kérdezős. Tehát onnantól a kérdések jöjjenek. Köszönöm. Miklós, tiéd az. Köszönöm szépen. Ugye azt mondtam, hogy a cél, tehát ott tartottunk, hogy a cél az nem lehet anyag. Az anyag az csak egy eszköz. Tehát ugye ez olyan, mint a, mit tudom én mondjuk, föl akarsz rakni egy képet a falra, és oda be akarsz verni egy szöget, akkor a kalapács az nem egy cél, az egy eszköz. Az a cél, hogy ott legyen a kép a falon. Tehát az anyag az mindig csak egy eszköz. Tehát valahogy ezt úgy kellene az életben, az életedet szervezni, hogy ha anyaggal kapcsolatos a célod, akkor az nem jó, mert az csak egy eszköz. Tehát ez olyan, mint mikor valamire anyagot szerzel, tehát például megveszed a kalapácsot azért, hogy beverd a szöget, akkor örülsz addig, míg megvetted, mert jaj, de jó, be tudom verni a szöget. De annyi, utána már nem okoz örömöt. Tehát ez a baj az anyaggal, hogy az anyag az csak addig okoz örömöt, ameddig megszerzed. Onnantól, hogyha megvan, akkor már ez további örömöket nem okoz, mert természetes része az életednek, hogy az anyag ott van az életedben. Ezért ugye a cél az sose egy anyag. Mi a mi cél? Az mindig egy szellemi dolog. Tehát a cél az mindig egy szellemi dolog. De hát mindig tudnod kell azt, hogy mit miért csinálsz. És ugye beszéltem arról, hogy ugye tartalék. Tehát olyan világ jön, illetve már olyan világban vagyunk, ahol szükséges a tartalék. A tartalék az mindig pénzben mérhető, mert ha másban méred a tartalékot, más vagyon jellegű dologban, akkor az a baj, hogy nem biztos, hogy pénzét tudod tenni. És ha olyan helyzet van, akkor nem tudsz pénzhez jutni. Tehát ezáltal ugye milyen pénzeszköz van, ami tartós? Milyen fizető eszköz van, ami tartós? Amit bármikor pénzét tudsz, tehát bármikor akár nem kell pénzét tenni, vásárolhatsz rajta. Az az egyetlen egy dolog, az arany. Így van. Nem az ékszer. Nem az arany ékszer, mert az arany ékszer az, ha el akarod adni, töredékét éri. Hanem a befektetési arany. Tehát az az egyetlen fizető eszköz a bolygón. Tehát az arannyal, befektetési arannyal bárhol fizethetsz. Tehát ezt most azért mondom, mert ugye azt képzeljétek el, hogy más fizető eszköz nincs. Tehát ha fogják és megtehetik azt, mondok egy példát, ott van a dollár. A dollár az elmúlt időszakban a többi valutához képest emelkedett. De mégiscsak inflálódott, hiszen azt mondják, Amerikában 10%-os infláció van. Tehát ami azt jelenti, hogy ugye az a dollár vásárló értékére is vonatkozik. Tehát magyarul egy év alatt mondjuk ugyanazért a dollárért most nem kapni ugyanazokat a termékeket, mint egy évvel ezelőtt. Tehát magyarul a dollár inflálódott. Tehát ami azt jelenti, hogy ugye mi van akkor, hogyha például csinálnak egy olyat, nem tudom, tudjátok-e, hogy a világ nagyon sok országa vásárolt amerikai dollárban amerikai állampapírokat, amerikai államkötvényeket, stb. És ugye rengeteg trillió dollár van megvásárolva külföldi országoktól, és Amerika ezt nem fogja tudni visszafizetni. Tehát amikor lejárnak ezek ezek a papírok, és vissza kell adni a pénzt, akkor Amerika nem fogja tudni kifizetni. És mit csinál akkor, hogyha például, mi lesz akkor, ha például csinálnak egy olyat, hogy jó, akkor értékeljük gyorsan lefele a pénzünket,
hogy ki tudjuk fizetni azt, amit ígértünk. Mert akkor ki tudják fizetni. Gondoljátok végig. Akkor az azt jelenti, most csak Amerikából kiindulva, hogy ugye ha az amerikai dollár csökkenni fog, akkor az euró is csökkenni fog, akkor a forint is csökkenni fog, és minden olyan valuta, ami közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a dollárhoz. Na most ezt csak példaként mondtam, ami annyit jelent, hogy már ez a folyamat elindult, tehát ami azt jelenti, hogy ilyen mértékű pénzromlás a mi életünkben nem volt. Ami most van. Tehát egyszer nem volt, se a dollárra nézve, se az euróra nézve, a forintra nézve, meg aztán végképp. Tehát nem volt ilyen pénzromlásunk még, mint ami most van. Ami azt jelenti, hogy évről évre a jövedelmed az kevesebbet fog érni. Sajnos. És ezáltal kénytelen az ember másként gondolkodni, kénytelen olyan célokat kitűzni, ami nem anyaghoz kapcsolódik, és kénytelen egy olyan fajta életvitelt folytatni, aminél az anyag csak egyszerű szükséglet. És annyit költünk anyagra, amennyi a szükségletünk. Nem tudom, ezt mennyire tudjátok megállni, mi ezt csináljuk. Ami azt jelenti, hogy az egyéb pénz az meg mind tartalék. Az egyéb jövedelem az mind tartalék. Miért? Mert egy olyan világot élünk, ahol nem tudjuk, hogy mi várható. Tehát azt, hogy mi várható, több esélyes. Sőt, még a fentiek szerint is több esélyes. Tehát még ők se tudják pontosan, hogy most ez a verzió lesz, vagy az a verzió lesz, vagy amaz a verzió lesz. Érted? Mert több verziót, mondhatjuk azt, hogy több vasat tartanak a tűzben. Ezáltal ugye többféle variáció lehet a jövőben. Mert ugye ez elsősorban attól függ, hogy az emberiség, az emberek azok hogyan gondolkodnak, és ezáltal mit fognak tovább lépni. És mit csinálunk akkor, mit csinálsz akkor, hogyha mondjuk olyan helyzet van, hogy mondjuk lépned kell, és tartalékokat fel kellene használni, és mondjuk nincs tartalékod, vagy olyanban vannak a tartalékaid, ami nem mobilizálható, nem tehető fizetőeszközé. Tehát a világon egyetlen egy elfogadott fizetőeszköz van, a világon mindenütt, az a befektetési arany. Tehát az arany. Oké? Jó, ez az egyetlen, minden országra kiterjedő egyetlen fizetőeszköz. Jó? Igen? Igen, de eznél van egy, vigyázni kell, mert lesz egy csapda. Mert azért a lakosságnak a 80%-a, de vegyük 70 erősen, az nem abban a helyzetben van ma anyagilag, sőt kilátása sincs arra, hogy ő ma aranylapokat vegyen, vagy bármilyen lapot, mert megkérdezem mindenkitől, hogyha nálad van x millió forint, ma sajnos elúszott a lakosság az adósság csapdába. És ezt az x millió forintot először a hitelező fogja elvenni, és nem marad arra, hogy te aranylapot vegyél. Mert ha megveszed az aranylapot, azt fogja elvenni tőled, oké, azt el tudod tenni. De mint minden ezen a bolygón követhető, ezáltal csak azt tudom mondani, hogy a 70%-a az már majdnem biztos, hogy ki tud selejteződni azzal, hogy nincs tartaléka. Tehát igazából az a megoldás véleményem szerint, hogy túl kell lépni az emberiség azon, hogy mindig a materiális dolgokból keresi a kiutat. Túl kell lépjen azon, hogy a pénzbe, vagy bármibe, mert az aranyat, amikor letették a bolygóra, ez egy nagyon fontos dolog volt. De vette be egy csavar, aki letette, az szereti birtokolni. Nem az ember tette le, hanem akit az embert is egy kicsit meghekkelte. És az emberiséget beállított egy olyan látási aspektusba, hogy akkor van értéket, ha van ilyen, most még nem mondta az aranyat. Most még a vagyont mondja. De később arra ösztönöz mindenkit, hogy cseréld el, add el a vagyonodat, add el, amire úgy látod, hogy el kell adni, vegyél rajta aranylapot például. Azért mondom az aranylapot, mert az ékszer tényleg nem játszik, mert azt mondja, hogy nekem ez a gyűrű nem jó, mert nem jó a nagyságára például. Tehát az aranylap, ami majdnem 9,9-es aranylap, és akkor az már ér valamit. De ez nem az embereknek ér sokat, hanem azoknak ér sokat marhára, akik az embereket hekkelték meg.
És itt van az az óriási probléma, Miklós, hogy soha nem beszélnek arról, hogy kik tolták félre az emberiséget, és az emberiség áldozattá vált azzal, hogy, és tegnap csináltam pont egy ilyen műsort, még lehet, hogy nem volt időt belehallgatni, ahol azt mondtam, a legnagyobb felelősség nem az embereké, hanem azoké, akit az emberiségtől elvették a múltját, elvették a tudását, nincs hova fordulnia, nem tud senkit megkérdezni, mert akitől megkérdez, az nem fog válaszolni, akit meg megtud, az meg nem tud. Az meg nem tud. Tehát marad az a józan paraszt ész, hogy vedd bele magad olyanba, ami értékálló. De hogy lesz értékálló egy olyan bolygón, ahol már a fa is csereszavatos? Ennek a gyökérfajnak távoznia kellene, már így is ide, dagonyázik itt egy ideje, semmi tudati fejlődés nincs, semmi emelkedés nincs, semmi gondolkodásban nincs, hanem csak az anyag, a vagyon, fölélem a mát is, a holnapot is, a jövőmet is, és utána beleszaladok a félelem dózisba. Tudod, én nekem azért van fenntartásom ma már az arannyal, mert lesz olyan pillanat, amikor tényleg nem lesz semmi, és én nagyon várom, hogy a boltokba ürüljön ki az áru, mert ma az első lépés, hogy ki fog ürülni a bolt. De most mondom mindenkinek, és tényleg ti körétében nem voltam ilyen gondolatokat, nem mondtam, ennek örüljél, mert megszabadulsz a méregdózisodtól. De ha van nálad egy raklap arany, és a másiknál van egy minőségi cucc, és mindenki az aranyat fogja tolni, előbb-utóbb azt fogja mondani, hogy ebből már van sok, mutasd mást. És itt jön föl a nagy kérdés, hogy mikor jut el oda akkor a szemben álló, hogy ha nem fogadod az aranyat, elfogadod-e a képességemet? Mert az viszont lehet, hogy több van, mint neki. Elfogadod-e a képességet? És akkor megkérdezik, hogy milyen képességed van? Hát az, ami az emberiségtől már rég ellopta. Tehát azt a képességet kell most már fejleszteni, előkotorázni, és igenis megvannak, igenis len vannak a tanítók, len vannak a földön a tanítók, ugyanabban a fizimiskában, mint mindenki, és évmilliárdok vannak benne, olyan életpálya, amit nem lehet végigmondani, len vannak, és már mondják, és az emberek még mindig a félelem dózis tolják. És én azt mondom, ne az aranyba fektess ma, a tudásodba fektess, a megtapasztalásodba, a képességedbe, mert az arany már rég nem lesz neked szükséged azért, mert a képességed által fogsz olyan dolgokat megtapasztalni, hogy te ebből a székbe fogsz elmenni. Úgy, hogy így. És ma ez ma illúziónak tűnik. És akkor fogsz rájönni, hogy ezt a bolygót borzasztóan beszennyezte egy csoport, ami azt az emberi és humán fajt, ami most él a bolygón, 8,5 milliárd. Teljes mértékig kirabolt a tudásával, az energetikájával, a képességeivel lefosztotta, és még arra biztatja, hogy gyűjtsd azt, ami neki van szüksége. Mert mondd meg nekem egy józan paraszt észszer, egy embernek, mi a francnak az arany, minek az ékszer, minek a bankkártya, minek a kifogyhatatlan plasztikkártya, egyáltalán minek a bank neked. Nem te vagy a legjobb bankod magadnak? Miért bízod rá egy olyannak, akit nem is ismersz, és bekorlátoz téged egy időben, hogy 8-16-ig fáradjon be, jelentősebb összeget, viszont jelentsen be pár nappal ezelőtt. De amikor te betetted, nem mondta, hogy jelentsen be, mióta beviszed, mert olyan hülye voltam, hogy már olyan hülye vagyok, hogy beteszem azt a KP-met, amiért sokkal többet ér, mint a plasztikkártya, abban a pillanatban. És akkor fogsz rájönni, hogy a plasztikkártyád is nulla, mert az infláció, ami szerintem legalább 200% lesz, az biztos vagy benne, hogy ez a mese, ez a 5-10%, amit mondogatnak. Nézzétek meg az árakat, gyerekek. Nézzétek, mi vásárolunk ide. Körülbelül 40% fölött. Én 100%-at tudom a kajában mamítani. Gyerekek, itt látom. Hát, gyerekek, nevetséges dolgokat lehet látni, hogy 800-ban 1700. De nem a támogatottról beszélek, hanem az életed bármi. Mikor jutunk el oda, hogy azt fogod mondani, hogy a franc egyenben meg azokat, akik diktálják, hogy milyen irányba menjek a saját belső utamon, oda, amit a Jóisten adott neked, de egy külső erő eltérített, és a fényt magára vetít. Ez lehet egy Lucifer, lehet akárki. Én azt nem véletlen mondom, hogy számomra az összes vallás tarthatatlan, olyan, mint a politika. Szerintem tarthatatlan. A vallásnak még, amikor meghozták, akkor még volt az embereknek megtapasztalása azokkal kapcsolatban, amik közöttük éltek, akik meg kitaláltak a vallást. A politika az már egy hót lebutított változat, akkor már nem volt jelen az, aki kitalálta a vallást. De nézd meg, a politikát kik követik?
utcai harcosok, balhésok, minden, és ha bármit mondasz neki, néz rád, és csak abba hisz, amit ott meg tud érteni. Csak az a baj, az nagyon kevés. Tehát azért volt egy nagyon jó, hogy ezt fölhoztad az aranyat, mert az emberiségnek a legnagyobb megugrása lesz az életében, amikor rájön, hogy nem anyagba, a magába. A magába meg fogja érteni, mert a teremtő nem úgy tett le ide bárkit is a földre, hogyha lesz rajtad aranylap, lesz bankkártya, lesz kastélyod, akkor te számomra fontos ember leszel, fontos teremtményem vagy. Ne, mindegyik fontos, és ezért mondom azt, hogy tudjátok, ki ér a legjobban az összhangban a természetben, meg fogtok lepődni. Szerintetek ki? A koldus, a hajléktalan, szárnokozunk meg, nyúj, meg minden, de igazából nincs benne félelem. A fúlosnak állandóan fél attól, hogy lesz-e ügyfele, lesz-e pénze, lesz-e munkája, lesz-e, meg lesz-e a cége, meg lesz-e a kastélya, meg lesz-e a 100 autója, a hajléktalannak meg pontosan tudja, hogy melyik helyre menjen, és meg lesz azért, mert holnap is lesz. És biztos vagyok benne, a legfúlosabb lesz hajléktalan, mert a teremtő, a jóisten igazságot fog tenni. És azért a föld őrzői is látják, hogy nem az ember tette magát hülyévé, hanem egy magasabb intelligencia, aki legalább 4-5-ös dimenzió, tette hülyévé, de 4 elég. Tette hülyévé a 3 dimenzióba vegetáló lényt, amit embernek hívsz. Érzitek? Nem lehet megúszni ma azt, hogy az emberek magukba keresik meg a kiutat. Ha külre mész, ugyanazt fogod látni. Meg fogod találni az aranylap elvevőjét, meg fogod látni a pénz elvevőjét, meg fogod látni a kifogyhatatlan bankkártya elvevőjét, az ugyanaz a kör. És azt ne a földön keresd rögtön. Ezért marra, mivel a foglalata minden ki megpróbált ellehetetetni, az összes letiltották, illetve egyik csatorna 150 ezernél letiltotta a videómat, amikor az Anunnak itt megcsináltuk. Azért, mert vastagon az az egyik téma. Nem kell tőlük félni, de tudni kéne. Tehát az, amikor ma valaki kiutat keres, akkor nem más keres, mindig kívülre megy. Befele meg fogsz félni. Ha megvan egy kis kerted, megvan a józan eszed, van már belső tartásod, a kertettől már nem fogsz félni, már megteremled, akkor lépj túl ezen. Ne csak arra gondolj, hogy a testedet hogy teszed másnapra is biztonságosá, hogy teszed önmagadat, a lelked. A lelked nem kéri a kaját. A test kéri, az a váz. A lelked azt kéri, hogy nézzél már körbe egy picit magadba. Minden tudás benned van, minden. Olyan, mint hogy eljössz te, hozod a pázlőt. Idejössz, ha te ide leülsz, te is hozod a pázlőt. Mindenkiben ott a pázlő, csak valaki valamilyen oknál fogva nem akarja ezt elfogadni. Azért, mert ő azt hiszi, hogy mai napig úgy élhet az életét, hogy ő neki vezethetővé kell válni. Ő neki vezető kell, ő neki főkolompos kell az élen álljon. Mikor ő lenne a legnagyobb vezető önmagának, csak sajnál, egyszer nem akarja megérteni, hogy ne kicsizsíts magad addig se, ameddig el nem tud érni azt, hogy megértsd, hogy milyen nagy is tudsz lenni. A saját útját mindenkinek végig kell járni. Te is tartod a képzéseket, és nem tudják megúszni, akik járnak hozzá, hogy önmaguk is képezzék. Te nem fogod tudni őt képezni, ha ő nem képzi önmagát. Az emberek is várják, hogy mi lesz majd itt ebben az évben. Hú, mikor háború lesz? Igen, háború lesz. És mi lesz? Hát, gond lesz. És miért van a háború? Hogy még nagyobb gond legyen. Miért? Hogy infláció legyen, hogy háború legyen. Utána, aki kitalálta a háborút, megöl. És most láttuk Boszniába. 9000 csak Bosnyá... 9000, közel 9000 bosnyák halt meg. Az út mellett ott vannak a fehér fejfák. 9000. Tudjátok, miért felháborodott voltam a 4 napban? A másik horvátok, ugyan a szerbeknél ugyanott van. És ott lengetik nekik az EU zászlót. Azt az EU zászlót, amelyik a háborút kirobbantotta, és amiért ott a kopja. Érted? Be kell tiltani ezt a jelképrendszert már. Figyelj, föl kell ismerni az ember, hogy ne kérd magad az EU-ba, ne kérd magad ebbe a csürhébe, mert ez a te csürhe lesz a te véged. Ő nem a javadat akarja, hanem a javaidat. És az a különbség egy pici szó. A javaid meg a javad az nem, a javad az azt jelenti, hogy előre lépsz. Te is erről beszélsz mindig. A javaid meg azt, amit van, az csak ide. Beszélsz így furfanggal fogom tőled elvenni. Érted? Hát Ukrajnára mi szükség van egy háborúba? Hát ott arra volt szükség, hogy van 44 vegyi gyára, onnan lehet dobálni a cuccot. Értitek? De Ukrajnában nem kellett volna háború legyen. Akik csinálták, annak meg üzlet.
És Boszniában ugyanígy egy üzlet volt. És borzasztóan rossz látni, amikor az emberek nem érzik, hogy sajnálkozik, és várja, hogy ott leng a kék EU-s zászló, ott leng a hóhérod, ott leng a végpontod. Majd amikor ezt fölismered, akkor rá fogsz jönni, hogy se arany, se kifogyhatatlan plastikkártya, bankkártya, se senki nem kell neked. Önmagad kell, alakíts ki magaddal azt a viszonyt, alakíts ki a melletted lévő, a családoddal, a barátoddal, állíts helyre a harmóniát a családodban, a családok helyreállnak, helyreáll egy közösség, a közösség helyreáll, helyreáll egy ország, egy nemzet helyreáll, helyreáll az emberi faj. És az emberi fajt meg kell szabadítani végre, örökre az aranylapoktól, a plastikkártyáktól, a vallásoktól, a politikától, mert ez mind távol áll a minőségi embertől. Ha te azt szeretnéd tudni, hogy mi van a Marson, ne a NASA-t kérdezd meg magad. Hisz a NASA képét el se hiszed. És nézed így. És nem tud elfogadni, hogy volt élet, meg van, meg lesz is. Benne nincs élet, mert kiölte magából. Kiölette magából csillogásokért. És nyilván nézzétek meg, kik vannak a legjobb állapotban? Akik ölik ki a csillogás belőle. Úgyhogy nagyon jó, hogy mondtad, és köszönöm, hogy ezt megemlítetted. Ha már így beszéltél az aranyról, akkor még egy-két dolgot hagyd mondjak erről. Nem tudom, tudjátok-e, hogy minek, miért vitték el az aranyat a földről? Tehát az arany az kell a két dologból, tehát a testnek hosszítja az élettartamát. Így van. És a léleknek javítja a rezgését. És tehát emeli emeli a rezgését a léleknek. Tehát ami azt jelenti, hogy nyilván ezt olyan formában használják ezeket a dolgokat, hogy például a testnek például fogyasszák az arany. Tehát bekerül a testbe az arany. És ugye a lélek, az pedig mondom az arany közelségében, maga a lélek az emelkedik a rezgése. Tehát ezért volt például a régi népeknek, inkáknak, asztékoknak, ugye, mindenütt arany hátán, mert így emelték a léleknek a rezgését. Jó, tehát ugye az aranyfogyasztás az mai formában, ugye az kétféleképpen történik a bőrödön keresztüli felszívódás révén, ugye az ékszer használat, vagy pedig aranykoloid. Jó, ott ennyi az aranyról, de egyébként ugye nem az arany a lényeg, csak az aranyról azért beszéltem, hogy az a nemzetközileg elfogadott fizetőeszköz, és semmilyen más pénz meg nem értékálló. És ki fogadta el az a világ, amik rád erőltette? És most szabadul a világ ettől a bilincsről, még nem tudja, hogy melyik, mert sok van rajta. Na most akkor nézzük egy kicsit azt, amiről ugye te beszéltél, hogy milyen hatalom csinálja ezt itt a Földön, itt már évezredek óta, jó? Tehát kik ezek, jó? Tehát nem tudom, tudjátok-e, vagy mennyire tudjátok, hogy a Föld mélyén vannak olyan lények, akik ugye a meleget szeretik. Miért melegszik a bolygónak a hőmérséklete fokozatosan? Hát persze ők kifejezetten nem melegvérűek, hidegvérűek. Hidegvérűeknek meg ugye a melegre van szükségük. És ugye a hidegvérűek azok melyik faj itt a bolygón? Azok a hüllők, igen, a hüllők a hidegvérűek. És ugye mint testről van szó hüllők, és a hüllőkről még mit érdemes tudni, hogy milyen rezgésűek? Alacsony rezgésűek a hüllők, így van. És nem tudom, tudjátok-e, hogy az előző emberiséggel párhuzamosan az amerikai kontinensen hüllők éltek. Tehát hüllők éltek. Tehát humanoid hüllők. Tehát humanoid hüllők. Akik ugye összetűzésbe kerültek az emlős humanoidokkal.
ugye az emberiséggel, és gyakorlatilag ugye lett a két faj között egy nagy háború, aminek ugye a pusztulás lett volna a következménye, hogyha az folytatódik. Sokkal magasabb technikai eszközökkel folyt a háború, mint amivel most az emberiség rendelkezik, csak úgy mellékesen. És a fentiek vetettek ennek véget, akkor még a bolygó nem teljesen úgy működött, mint ahogy most működik. Tehát nem teljesen az a felügyeleti módszerek voltak, mint ami most van. Majd beszélek, ha kell, vagy lesz ebben kapcsolatban kérdés ebben kapcsolatban. Szóval lényeg az, hogy ugye ők vetettek véget annak, hogy ez a két faj végül is elpusztítsa önmagát is, meg az egész földet, ugye az akkori technikai eszközökkel. És ennek következményeként lett egyébként az emberiség, de úgy, hogy a hüllőknek el kellett hagyni a bolygót. Tehát a hüllőknek vissza kellett költözni a Drákon rendszerükbe. Ugye, ha ez mond esetleg valamit, ők ott vannak egyébként. Így van. Tehát, de viszont egy kis csoport itt maradt. És a föld mélyén, ami azt jelenti, hogy onnan nem is sikerült a fentieknek kifüstölni. És azóta ők itt vannak, és befolyásolják az emberiséget, és nekik kellenek lelkek. Tehát ezért ugye lelkeket, mert különben nem tudnak testben szaporodni, ezért ugye csinálnak olyanokat, hogy megvesznek lelkeket, utána pedig, ugye amikor meghal az illető, akkor pedig ugye hozzájuk kerül, és nem fentre kerül vissza, ugye fentre a lélek. Tehát ezáltal ugye a hüllőknek egy eléggé fontos szerepe van itt a bolygón, amiről ugye az emberek nem tudnak, mert olyanokat például hallottunk, hogy az ember alapvetően gonosz. Hát ez nagy hülyeség, nem igaz, mert az ember alapvetően jó, tehát születésénél fogva jó, és aki gonoszszá válik, annak elég közvetlen hatása volt annak, hogy gonoszszá akarták tenni. Kik ugye elsősorban tehát ezen a bolygón nem elsősorban, hogy csak és kizárólag a hüllőknek érdekük az, hogy az ember gonoszkodjon, és minél gonoszabbá váljon, és minél gonoszabb és alacsonyabb rezgésűvé válik, annál könnyebben sikerül megszerezni a lelküket. Nyilván élőként nem tudják megszerezni a lelküket, de ha valakit megvesznek, és halála után is elkötelezi magát a hüllők irányában, akkor tudják megszerezni a hüllők azt a lelket, mert ugye gondoljátok végig, hogy nincs különbség lélekben egy hüllő lelke, vagy egy ember, vagy egy Isten lénynek a lelke között, mert lélek, lélek, csak a rezgés a különbség. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ugye milyen rezgésű egy ember, mert ha maga a test az anyag szükséglete miatt alacsony rezgésűvé válik, akkor a lelkednek a rezgése is elkezd hozzá csökkenni. És ha tartósan egy test alacsony rezgésű, akkor a lélek rezgése is vele megy. Persze ez fordítva is igaz, hogyha a testnek a rezgését elkezdjük emelni, akkor egy idő után a lélek rezgése is hozzáemelkedik természetesen. Tehát ez a kettő, ez összefügg egymással, de ugye lehet látni, hogy elérték az embereknél azt, hogy maga az ember ellensége legyen, és azt gondolja az ember, hogy maga a saját fajtájáról, hogy ez egy gonosz faj. Nyilván ez nekik nagyon jó, hogy mi így gondolkodunk, hogy mi emberek egy gonosz... Hát így van, ezáltal csökkentjük a saját rezgésünket is, hogyha egymással szemben vagyunk ellenségesek, persze. És nekik az a jó, hogyha minél alacsonyabb rezgésünk van, mert annál alacsonyabb rezgésű lesz a lelkünk is egy idő után természetesen, és ha valaki úgy hal meg, hogy alacsony a rezgése, és tartósan alacsony volt életében a rezgése, és sok gonoszságot követett el, akkor nagyon könnyen meg tudják szerezni a lelket, mert a lélek olyan, hogy képzeljétek el, amikor valaki meghal, akkor még a léleknek mindig van választási lehetősége, hogy felmegy, vagy lemegy.
Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy nekik ugye nem könnyű dolguk van, mert hát ugye szabad akarat van, a léleknek szabad akarata van, de akkor is gondoljátok végig, ha ők törekednek arra, hogy minél alacsonyabb rezgésű legyen az ember, illetve az emberiség, annál könnyebben szerzik meg azokat a lelkeket maguknak, akiket ugye meg tudnak szerezni természetesen. Tehát itt van egy olyan faj, ami azóta, mióta itt maradt az a kis csoport, azért szaporodott, és nem kevés lélekszámmal, de itt nem beszélünk 10 milliókról, tehát a föld mélyéről, és még milliókról sem beszélünk. Így van, ami azt jelenti, hogy ugye ez még jócskán 1 millió alatti létszámról beszélünk, ahhoz képest az emberiség ugye sokkal nagyobb lélekszámú, de mégis képzeljétek el, mégse az emberiség akarata érvényesül most itt a bolygón, ha jobban megnézzük, hanem ezeknek a hüllőknek az akarata. Bár, hogyha ebben jobban megnézzük, amit a hüllők tesznek, az nem is annyira rossz az emberiségnek. Miért? Nagyon egyszerű, mert az ember sajnos alapvetően egy baja van az embernek, tehát az egy jó pont az embernek, nagyon jó pont, piros, nagy piros pont, hogy alapvetően nem gonosz, hanem alapvetően jó. De viszont van egy baja az emberiségnek, hogy alapvetően lusta. Nem, lusta. Lusta, így van. Tehát alapvetően az ember és az emberiség lusta. Ami azt jelenti, hogy tehetne dolgokat, de a lustaság erősebb, mint hogy tegyen, cselekedjen. Itt javaslom betenni még, hogy ebből adódóan az emberiség egy jelentős része azt hiszi, hogy neki úgy jár, mert ő akkor is ez úgy ő kapja, azért, mert ő létezik. Mert ő egy ember. A magasabb szinten pontosan tudják, hogy ők nem tudnának létezni, nem tesznek hozzá. Igen. Ezért tudták elvenni a tudást az emberiségtől, mert egy magasabb szándék. Meggyőződésem a 8,5 milliárd, ha csak 8 milliárd tudatszintet váltana, akár belső utakkal, tehát képezni magát tudatilag is, simán elvonulna az alsó faj, mert nem találná meg a magához való kapcsolatot. Tehát van egy olyan fenti törekvés, ez a következő, hogy ugye ők kétféleképpen tudják elzavarni a lentieket. Ugye az a fentiek és a lentiek, azok két teljesen ellenséges faj. Hogy tudják őket elzavarni? Ugye vagy úgy, hogy rájuk robbantják a bolygót, de akkor az egész emberiség elpusztul. Gondoljátok végig. Vagy az a másik megoldás, hogy meg kell emelni az emberiség rezgését. De az emberiség rezgését nem lehet megemelni, hanem az emberek emelhetik meg a saját rezgésüket. Na most, de hogy? Hogy mikor van egy fő probléma, hogy az emberiség, az emberek alapvetően lusták. Tehát van egy komfortzónájuk az embereknek, és ebből a komfortzónából nagyon nehezen mozdulnak ki. A komfortzóna az mindig a megszokások. Tehát nagyon nehezen mozdulnak ki a megszokásaikból. Tehát és mert ugye egy új dolgot akar az ember, akkor valamilyen régi megszokást abba kell hagyni. Be kell fejezni. Az egy változás. Tehát amikor a komfortzónából kilépünk, akkor változni kell, változtatni kell. Tehát valamit abba kell hagyni, valaminek a javára. Tehát, ha te valami pluszat akarsz csinálni az életedben, akkor valamit be kell fejezned. Minimum a lustálkodást. A vírus erre jó volt. Persze. Tipikus szétválasztás. Így van. És mit kiabáltak? Mikor kapom vissza a régi életemet? Így van, sose. Hát sose. Sose. Így van. Szóval lényeg az, hogy ez a baj az emberrel, hogy mivel alapvetően lusta, a komfortzónájából nehezen mozdul ki. Viszont van egy olyan dolog, ami ugye kimozdítja az embert. Illetve kettő dolog, mert a jó állapotú embereket, a magas rezgésű embereket, az könnyű kimozdítani a komfortzónájukból. Az nem gond. Tehát a magas rezgésű emberek simán kilépnek a komfortzónájukból.
De a nagy része az emberiségnek nem magas rezgésű, ezáltal nehezen lép ki a komfortzónájából. Tehát akkor mit kell csinálni, amit mondtál? Mit csinálnak a lentiek? Azt érik el, hogy emiatt a dolgok miatt, ami most folyik a bolygón, az emberek egyre alacsonyabb rezgésűek, mivel egyre alacsonyabb rezgésűek, egyre kevésbé produktívak, minél, tehát aktívak, egyre több hibát követnek el az alacsony rezgésük véget, ezáltal egyre nagyobb bajba kerülnek, addig még elvesztenek mindent, és ha mindent elveszítenek, akkor már nincs mit veszíteniük. Ugyanis az embereknek van egy alapvető nagy problémájuk, hogy az ember alapvetően, azon kívül, hogy lusta, van még egy probléma, hogy fél. Megnézed, minden ösztönlény fél. Minden ösztönlényben van félelem. De a fentiekben nincs, és a lentiekben sincs. Mert nem rendelkeznek érzelemmel. Nincsenek érzelmeik. Nincsenek érzelmeik. Tehát az ember kapott egy bal agyféltekés működést, az maga az érzelmeink. És ebből fakadóan az ember fél. De egy magas rezgésű embernek nem működik a bal agyféltekéje, ezáltal nincs benne félelem. Az alacsony rezgésűnek, mivel nem működik a jobb agyféltekéje, az a tudatossága, ezáltal, mint bármilyen olyan lény, amelyik érzelmek alapján működik, azok félnek. És ha az ember mindent elveszített, akkor már nincs mitől félnie. Akkor már csak egy dolog marad az életében, az életének az elvesztése. Érted? Tehát gyakorlatilag minél nagyobb valakinek a vagyona, annál nagyobb a félni a valója. Világos ez? Annál több a félelme. A gazdagok sokkal jobban félnek, mint a szegények. Mert sokkal több a veszteni valójuk. Érted? Na most, az emberek azáltal, hogy csökken a rezgésük, elérik azt, hogy a hibázásaik miatt, mondom, a hibázásaik miatt elveszítik a vagyonukat, és elveszítenek mindent. És az azt jelenti, hogy még a családjukat is. Még a családjukat is. Hát ugye nézd meg, a koldusoknak nincs családjuk. Itt mondom neked, hogy ne feledd a gondolatodat, hogy én nem olyan, egy év vagy két éve beszélgettem koldusokkal, de ilyen hajléktalanokkal, tehát nem a koszosokkal, mert nem az alkoholistákkal. És egy érdekes beszélgetés volt, mert elmondták, hogy nekik semmiük nincs. Elvette tőlük a bank, kész. És nem is ők voltak hibások, hanem a gyerekeik. Csak ők voltak a kezesek. De nem is ez volt nekem az érdekes, hanem az, hogy volt tartásuk. És volt egy büfénk, ami ezeknek a szinte pénzteleneknek adtunk szendvicseket 99 forintért, ami 500 volt a büfében. És azt mondtam, hogy adjunk 100 vagy 200-ost, már mikor milyen időszak volt, oda nekik úgy, hogy ezt nekik. És ugyanazt vehette meg a nem olyan 500-ért. És ez volt az érdekes, hogy jött ki a 99. Hogy annak, akinek nincs pénze, és láthatóan én mondta, hogy nincs pénze, mondtam, hogy nem, tedd el. Szóval nem. Én nem rászoruló vagyok, hanem szegény. Nincs telen. Én csak az élelmem. És kellett csinálni egy számot neki, hogy odaadhassa azt a két darab érmét az erszényéből. Három vagy négy éve volt. 200 forint volt. És odaadta, és megköszönte, és mindig visszajöttek, és egy csomó jött így. Aztán volt olyan, aki minket gúnyolt ez, hogy én vagyok a 99-es, csak tudod, azt felejtette el, hogy a nemes lelkűség az nem a mikrofonba kell, hanem a tettekbe megmutatkozzon. Tudod? És az volt az érdekes, beszélgettem közben velük, és mindig azt mondta, hogy Miklós, nekünk nincs mitől félnünk. A mi életünk nyitott könyv mindenki előtt, mi megköszönjük a Jóistennek, hogy létezünk így is, de ha elveszi, azt is megköszönjük, hogy végre nem kell ezt csinálni.
Tehát arra is köszönhetett mond, hogy így maradok, és arra is, hogy ha elveszi. Tudjátok, olyan szintén szemléletváltás van bennük, amit kizártnak tartok, hogy ma egy fullos meg tud érteni. Vagy nem aki tud. Miatt az oda kerül. Nem tud. Úgyhogy azért ez nagyon jó, hogy jó ezek a gondolatok, mert mindig úgy előszemlődik. Szóval ugye lejutnak az emberek egy jó része, tehát ugye ezt régóta tanítom, hogy ahhoz, hogy valaki megnyíljon, mit jelent a megnyílás? Megnyílik szellemileg, megnyílik a fentiek irányába. Tehát ahhoz, hogy valaki szellemileg megnyíljon, az a legtöbb embernek az kell, hogy olyan, mintha az ember beleesik a kútba, és ki akar onnan mászni, érted? Akkor két dolgot tud csinálni. Kiabál torka szakadtából, hogy valaki kimentse, nem? Ez az egyik. És utána el kell fogadni azt a segítséget, hogy kimentsék. Érted? Az elfogadás. Mert ez is egy fontos, hogy elfogadni azt a segítséget, hogy kimentsék, megmentsék. És ugyanígy fognak járni az emberek, hogy ugye ott a kút mélyén két választás van. Vagy meghal, vagy kiabál, és elfogadja a segítséget. Érted? Na, ugyanez lesz az emberekkel. Az emberek jó része olyan helyzetbe jut, hogy addig, míg egy ember jó állapotban van, és megvan neki minden, ezt úgy hívják, hogy megelégedettségi szinten van, addig ő nem akar változtatni. Ő nem akar komfortzónájából kimozdulni. Ő nem akar szellemileg nyitottá válni. Ő nem akar tanulni. Ő nem akar fejlődni. Nem akar egy közösségben lenni. Mert miért kellene lenni, mikor ő tök jól el van? Tehát elégedett vagyok az életemmel. Tehát ahhoz, hogy mikor valaki beleesik a kútba, ha nem esik a kútba, nem fog kiabálni, nem fog kérni segítséget, érted? De ha beleesett a kútba, akkor mondom, két választás van. Vagy meghal, azt válaszza, vagy kiabál és kéri a segítséget, és elfogadja a segítséget, és így fognak járni az emberek. Tehát most ezzel elindul az, hogy nagyon sok ember szellemileg meg fog nyílni, amiatt, mert problémái vannak. De ezt meg lehetett figyelni, hogy azokban az országokban, ahol jólét van, ott alig volt szellemiség. Ahol szegénység van, ott magas a szellemiség. Mert India. Így van. Mindenütt, ahol szegénység van, ott magas a szellemiség. És itt csak egy kérdés van, mert ugye sokan ott fognak maradni a kútban, hogy azok, akik viszont azt választják, hogy ők ki akarnak mászni, és azt választják, hogy szellemiség. Mert ugye mit csinál az ember a kútban? Hát reménykedik először a teremtőjében. Ugye azt mondják, hogy például a zuhanó repülőn nincs ateista. Így van, ott senki nem ateista. Tehát ott a kútban sincs senki, aki ateista maradna, érted? Tényleg volt itt már valaki zuhanó repülő? Nem. Én voltam? Nem. Igen. Én tudom, hogy miről beszélünk. Megy így le, és a melletted élő két, aki éppen mentünk Berlinbe, az pont ilyen személyzet, az ilyen személyzet volt, és beszélget, de csak a gép így megy lefele. De így. És akkor megáll beszélgetés, és figyelnek. És nem tudom, hány percig ment ez így, merev csönd volt, az egész csak sikoly, és akkor volt egy ilyen, hogy... És akkor igen, ez most rendben lett. És akkor mondták el, hogy hát már nem gondolták. Leállt a hajtómű valami. Csak sikerült újraindítani. Ez még a régi Berlinben van. A TU. Igen. Lufthansa. Nem Lufthansa volt, Interflug. Igen, Interflug. Igen, tényleg ott nincsen ateista. Nincs ateista, így van. Csak melyik istenhez beszél? Hát igen, ez a jó kérdés. Na és gondoljátok végig, tehát rengeteg ember meg fog nyílni ennek hatására, amikor ez a megelégedettség, elégedettség szintről leesnek. Mert ugye nyugaton tömegek fognak leesni a elégedettségi szintről. Meg amcsiba.
Így van, ugye a magyarok azért is nyitottabbak, ugye két ok végett a hunságunk miatt, egyik, másik pedig, hogy mi nem értük el azt a nagyon elégedettségi szintet. Tehát ugye nem jutottunk oda, mint a nyugatiak, és ezért ugye a magyarok nyitottabbak. Szóval lényeg az, hogy végül is ennek van egy jó oldala, a fentiek ezt látják, hogy ezáltal az emberi lustaság miatt, meg azáltal, hogy az ember így működik, ezáltal lesz egy olyan, hogy rengeteg ember nyílik meg, és miért kell megnyílnia? Azért, mert akkor ugye elkezdheti emelni a rezgését. És az ember elkezdi emelni a rezgését tudatosan, és elfogynak az alacsony rezgésű emberek, szó szerint értsd, elfogynak. Onnantól kezdve a bolygó rezgése óriási mértékben meg fog emelkedni. És ha a bolygó rezgése megemelkedik, azok a lentiek piszkosul nem fogják jól érezni magukat. És nem tudom, mennyire tudjátok, hogy van egy ilyen megállapodás a lentiek és a fentiek között, hogyha maguktól elmennek, akkor nem bántják őket. De ha nem mennek el maguktól, akkor ugye elmenekülni, vagyis nem elmenekülni, hanem kiűzni onnan nem tudják őket, alulról, lentről, hát ott abszolút biztonságban vannak. Ugye ez olyan, mint egy várban. A várban nem kell annyi védő, mint ahány támadó van. Lássatok a gárdonyi egri csillagokban lévő dolgokat. Plusz sokkal fejlettebbek lenni, mint föl. Hát arról nem is beszélünk. Így van. Sokkal fejlettebb technológia van. És lényeg az, hogy ők magukat meg tudják védeni, de hogyha megemelkedik a rezgése, akkor ők nem érzik jól magukat. Ez ugyanolyan, mint tudjátok, hogy jó rezgéssel bemész egy rossz rezgésű társaságban, baromi módon nem fogod jól érezni magadat. De ugyanúgy fordítva, egy jó rezgésű társaságban bemenne egy rossz rezgésű ember, ugyanúgy nem érzi jól magát. És ki fog menni abból a társaságból. Tehát ők most azért érzik a lentiek jól magukat, mert mi nem vagyunk jó rezgésűek. És ahhoz, hogy a rezgésünket emeljük, ahhoz nem több anyagra van szükség, hanem több sikerélményre. Érted? Tehát az ember akkor tudja a rezgését emelni, ha sikerélményt hoz létre, és elismerik a sikerélményét kívülről. Érted? Kívülről. Tehát az embernek szüksége van az elismerésre. Értitek? Tehát hiába van sikerélményed, ha senki nem fogja azt mondani neked, hogy ügyes vagy. Hogy milyen jó, hogy megcsináltad. Érted? Akkor az a sikerélmény ilyen rövid idejű lesz. Érted? Tehát mi nekünk embereknek azáltal, hogy itt a fizikai világ az már elég jó feltalált, olyan sok mindent úgyse tudnánk feltalálni, nem ezzel kell foglalkoznunk. Hanem azzal kell foglalkoznunk, hogy a tudás adja az embereknek a rezgés emelkedést. Minél több a tudásuk, mivel kapcsolatban? Az élet és az ember működésével. Minél több a tudásuk, annál több, magasabb és magasabb a rezgésük. És ugye nem tudom, mennyire tudjátok, hogy a fentiek elterveztek egy aranykort. Tehát ha valaki látta a videóimat, akkor elég sokat beszélnek erről a kérdésről. Tehát ezen a bolygón aranykornak kell lennie. Mert ezt nem én állítom, ezt a fentiek állítják. És ez az aranykornak még határideje is van. És azok kerülhetnek be az aranykorba, akik kellően magas rezgésűek. És mert a kellően magas rezgésnek egy csomó pozitív következménye van. Például egy magas rezgésű ember etikus, egy magas rezgésű ember együttműködő, egy magas rezgésű ember elfogadó, stb. Stb. Érted? Tehát ez a kulcsa, hogy kinek milyen magas a rezgése. És ha magas rezgésű lesz az emberiség, most az mindegy, milyen létszámú emberiségről beszélek. Mert akkor is emberiségről beszéltünk, mikor ezen a bolygón pár millió ember élt.
Sőt, már akkor is emberiségről beszéltünk, mikor 4000-valahány száz évvel ezelőtt ezt elindították, ezt a bolygót pár ezer emberrel. Érted? Már akkor is emberiségről beszéltünk. Tehát itt ugye ahhoz, most gondoljátok végig, ahhoz, hogy a bolygó rezgése az fölemelkedjen arra a szintre, hogy a kintiek, vagyis a lentiek, akarom mondani, azok eltávozzanak maguktól, az minimum 12 millió ember. És akkor mi lesz a többivel? Ez a durva. Tehát ugye minél több embernek kellene a rezgése, hogy fölemelkedjen. Magyarul minél több embert kellene megmenteni. És annak első lépése a valahova tartozás. Hogy tartozni egy olyan közösségbe, ahol emelhető az ő rezgése. Mert olyan emberek vannak ott, akiknek jók a rezgésük. Érted? Ez fontos. Így nagyon van. Fontos. Így van. Amikor valaki egy olyan helyre nem megy el, ahol ez van, hanem elmegy mindig valami máshova. Ami sokszor, én is azt mondom, hogy nagyon sokszor úgy van ez, hogy nyilván vannak alkalmak, születésnap, családi, meg egyéb programok. Igen, csak azt kell megérteni sok esetben, nagyon sokszor, hogy azokat tudod halasztani, de azokat elhalasztod, viszont, ahol viszont többé válsz. Amit majd később ugyebben a csoport bel is át is tudnál adni. Mert ha elmész egy születésnapra, kocint, az eszel iszol, dinom, dámom, azt tovább hova adod? Csak annyit csinálsz, ott voltál ott. De ott, ha eljössz és meghallgatsz minden előadókat, végighallgatod, akkor azt adod át, amit hallottál, és ki kell egészítsd azzal, ami benned is van. Márpedig, ha van benned, akkor biztos, hogy kifogod. Ha nincs, akkor tovább kellene járni, hallgatni. De nem lehet megúszni az egyéni kutatást, nem lehet megúszni az egyéni képzést. Nem lehet. Tehát, ha valaki azt várja, hogy majd valaki a kezébe adja, és ő csak jár egy előadás sorozatra, de ő ugyanúgy éli az életét, akkor megmondom őszintén, kidobott idő. Tehát ahhoz kár járni. De az, ahova jár, ott is egy kidobott idő olyannal szembe ülni. Mert egy rossz érzés, hogy ott van velem valaki, és sült halként néz rám. És csak a létszámban van, de tudatszínben sehol nincs. És ezért nagyon nem mindegy, hogy hova mész, és az sem nagyon mindegy már, és most már nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ebből te mennyit válasz át. Mert mindenkinek át kell vállalni. Egy előadó önmagában tud beszélni, de a közösség, vagy az a közösség, ahol beszél, az emeli az előadót is, sőt, arra trenírozza, hogy még többet, és a végén meghallgatná te is, vagy én is, amiről akarnánk beszélni, ott ülnek olyan emberek, olyan tekintet, olyan lelkek benned, hogy saját magad egészített ki azt, amiről nem is lett volna fogalmat, hogy beszélsz. Tudod? Mert öngerjesztővé válik, tehát gyakorlatilag ez egy áramlás lesz. Mert az, amit te adsz, az engem gerjeszt, az, amit én adok, téged gerjeszt. És áramlik, és csak azt hiszem, hogy egyre magasabb, és egyre inkább olyan témákról kezdünk el beszélni, ami addig skifi volt. És kiderül, hogy a skifid az élet. Az, amiben élsz, az a nagy mátrix. Ugye? Azért fontos. Majd még a mai nap beszélünk majd a pénzről is, mert a nagy mágiája a pénz a világnak. És az az igazi mágia. Én már kicsit beszéltem róla. Jó, csak majd egy kicsit kifejtjük. Te meg ráadásul a pénzügyi szakember, de érted is. Ez jó, amit mondtál, azért akartam hozzászólni ebben, mert így tök jó beszélget. Nagyon. Máskor is jó. Jó, szóval lényeg az, hogy itt van 13 évünk. 13 évünk 2035-ig. Jó eset. Hát az a vége, így van, az a legjobb eset. Addig már üresnek kéne lenni a bolygónak. Jó esetben, annyi van. És ugye, nem tudom, tudjátok-e, vagy mennyire tudjátok, hogy vannak proféciák. Avval, hogy mi várható, mi lesz a jövőre, például az aranykorról is vannak proféciák. És arról is, hogy az honnan, tehát mit jelent ugye a magasabb rendű tudás. Tehát nem tudom, tudjátok-e, vagy mennyire tudjátok, hogy a hunoknak mi volt a életküldetésük. Tehát bevállalt, mint nép küldetése. Minden népnek van egy küldetése.
A hunoknak, mi hunok vagyunk, és csak másodszorban vagyunk magyarok, de hát vannak itt palócok is, meg vannak itt székelyek is, meg kunok is, akik szintén hunok, de nem magyarok. Oké, a magyar ez egy más kérdés. Na szóval mi hunok, eredendően hunok vagyunk, nem véletlenül, nem értem, miért nem tartjuk magunkat kellően hunnak, mikor az egész világ hunnak tart minket. Mindenütt úgy jelenünk meg, hogy hú, és nem ma. Mert beköltöztek hozzánk a nem hunok. Azért biztos, mert beköltöztek a nem hunok, és kisebbségben lettünk. Igen, és ezáltal, hogy mi hunok vagyunk, a hunoknak mi nép, nem volt nemzet, tehát nem volt olyan, hogy hun nemzet, a hun az egy nép. Ami azt jelenti, hogy mi volt a küldetése? Tudás körbeadása. A magasabb rendű tudás. Körbevitel. Így van, átadása a bolygón. Igen. Ez volt a hunok küldetése, eredendő küldetése. Igen. A magasabb rendű tudás átadása az egész bolygón. És ezt jól is csinálták egy darabig, Istvánig. Ja? Beszéljünk róla. Te is érted akkor. És az azt jelenti, hogy ott fölrúgtuk ezt a megállapodást. Sőt, a vérszerződést is fölrúgtuk. Így van. És onnantól jött a átok. Amit bevállaltunk, annak a felrúgásával. Tehát mi saját magunk bevállaltuk azt, hogyha felrúgjuk ezt a megállapodást, ezt a szerződést, akkor 1000 éves átok hújon a népünkre. Oké? Okay? Na most, lényeg az, hogy ugye már elvileg lejárt, csak az a baj, hogy Antal Jóska megint csak eladta. Ugye az országot. Ugye ez a baj? Nem csak ő. Na és lényeg az, hogy a hunoknak, tehát volt egy küldetésük, amit nem teljesítettek, de egy népnek hiába nem teljesíti a küldetését, attól az fennmarad. Tehát attól az küldetése. Tehát a hun népnek még mindig az a küldetése, hogy egy magasabb rendű tudást vigyen el az emberiség számára. Miért szólnak a proféciák arról, én olvastam már vagy 7 különböző proféciát, ilyet, hogy a Kárpát-medencéből indul el az a magasabb rendű tudás, ami az emberiség tényleges jólétét idézi elő, aminek következménye az aranykor lesz. Ugye ez a nép vállalta be azt, hogy a küldetését tovább viszi, azt, hogy magasabb rendű tudást juttasson el. De nem lehet úgy csinálni, mint ahogy az emberek gondolják. Tehát egy magasabb rendű tudást nem lehet úgy eljutatni az embereknek, hogy van egy ember, azt eljutatja. Nem. Magasabb rendű tudást nagyon sok ember juttat el az emberiség számára. Tehát a hunok is úgy csinálták, hogy nem egy ember ment el elvinni a tudást, hanem szétrajzottak. Érted? Hova rajzottak szét? Csak hogy tisztában legyünk. Egyiptom, India, oké? Okay? Közép-Amerika, oké? Okay? És Dél-Amerika északi része. Jó? És Észak-Amerika déli része. Oda rajzottak szét. Érted? Hol alakultak ki utána a nagy társadalmak? Hát pont ezeken a környékeken. Oké? Okay? Na most, tehát ők szétrajzottak a világban. Simán átmentek az óceánon. Csak úgy mondanám, sok 1000 évvel ezelőtt. Simán. Tehát nem volt gond. Na, de nem is ez a kérdés, érted? Tehát, hanem az a kérdés, hogy szétrajzottak. Tehát magyarul adták tovább a tudást, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy itt is ez a feladat, továbbadni az ismereteket. Továbbadni az ismereteket. Ez a feladat. Ami azt jelenti, hogy ugye nekik még volt egy olyan képességük, a hunoknak, annak idején, ugye az emberiség akkor sokkal magasabb szellemi képességekkel bírt,
hogy képesek voltak rácsatlakozni az információ központra. Mentálisan nem kellett rádió, meg internet, meg ilyenek. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy volt egy központ, nem tudom, tudjátok-e, hol volt a központ? Rakos. Tehát hol volt a központ? Tehát eredendően hol volt a központ? Nem egészen a Kárpát-medencében volt, hanem volt egy olyan, hogy Ordosz nevezetű. Ez Kína. Így van, Kína-India határvidéke környékén volt ez a, ez a város. Az volt a központ, és az azt jelenti, hogy, hogy arra rá tudtak csatlakozni mentálisan, és ugyanazt az információt tudták átadni a világ különböző pontjain, amit nekik át kellett adni. Hát most ez a képesség nincs, erre kiegészítés az internet. Majd jusson eszembe, megír, ha már Ordoszt emlékezted, mi a vélemény az, amit biztos hallottál róla, hogy Ordosz 4040-ben Agaba fősámán végrehajtott azt a csodát, hogy egyszerűsített a mi írásrendszerünket, mondván, hogy nem, meg egyszerű. Na most egy kozmikus jellet, amikor ráadásul kozmikus testvérekkel vagy kapcsolatban, meg különböző csillagrendekkel, csillagrendszerekkel. Egyszerűsen, de azt jelenti, hogy kivetted belük a kapcsolatot. És az az érdekes, hogy az a 4040 időszámítás előtt, tehát 6000 év. Ugye? 4040-ben Ordoszban Agaba fősámán korszerűsítés címszóval kivette az írásjeleket jelentősen, megmaradt belőle, persze, nem sokat, egyharmadát. És akkor kérdezem én tőletek, hogy ha neked kiveszem a nevedből csak az egyharmadot, te neked ugyanaz lesz a neved? Mondjuk a, mondjuk a magánhangzókat. Igen, ugyanaz lesz a neved? Tehát megelőzte a világ, tehát megelőzte már akkor, már egy cselekedettel, és én nekem itt van kérdésem mindig, és most már sok olyannal föltettem, és visszaigazoltak, hogy jó volt a kérdés, hogy biztos, hogy Agaba fősám már minket szolgált, vagy már akkor is volt valami, amivel sikerült rávenni erre. Tudod? Agaba fősám már. Most arról nem beszélek, ha valaki tátos, azt te nem láthatod. Főleg nem tévében. Ugye? Azt te is tudod. Hát, hogyha... Hát, 2040 a magyar, tehát a magyarság életét, a hunok életébe, szkíta, hun, magyar vonal életébe, ez olyan pont, amiről nem szeretnek beszélni. Elírják, van, de miért vette ki? Mi az, hogy korszerűsítés egy kozmikus rendszerbe? Mondjál nekem, ma itt élnek népcsoportok, akik ragaszkodnak az írás jeleikhez. Nézd a Hébert, nézd, mondod egy pár. Ragaszkodnak. Miért? Ott nincs korszerűsítés. Mondd, egy harmaddal is megtalálod úgy azt az értelmet. Pontosan azért, azért vették ki, mert ha kiveszed a jelet, már nem ugyanaz az értelem. Onnantól már te be tudsz tenni bármit, illetve helyzeti előnybe kerül az a csoport, aki nem vette ki. És ma az a csoport van helyzeti előnybe. Igen. De benned meg benn van az ősi értelem, amivel gondold végig, hogy helyettes is te be. Na itt jön a tudatosság nagy lépése. Hát ugye érdekes lenne, ha mindenki megnézné a keresztnevét, csak hogyha kivenné a magánhangzókat. Hány egyéb magánhangzóval lehetne bejelentesíteni? Tehát hányféleképpen lehetne akkor mondani a saját kereszt, vagy vezetéknevedet? Jó, tehát ugye, ha már felhoztad ezt a témát, akkor... Igen. Köszönöm szépen. Ezt tudom, hogy jó. Ugye nem tudom, mennyire tudjátok, hogy a Krisztus után 1300-ig itt jöttek, mentek a különféle istenségek. Tehát Agaba fősámára válaszként mondom, hogy ugye a jöttek, mentek istenségek az azt jelenti, hogy ugye nem emberi lényekről van szó, hanem az emberekhez képest sokkal fejlettebb szellemi és fizikai lényekről van szó. És... ami azt jelenti, hogy a történelemben rengeteg példa van arra, hogy volt egy lejövetelük, és onnantól kezdve lett egy változás, nem kis változás. Tehát magyarul addig volt így, onnantól meg teljesen másként. És ugye rengeteg befolyásoló tényezőt csináltak, például olyanokat is, hogy megalkottak egy népet, például ugye mondjuk ezt az emberiséget elindították,
Utána fogták, azt létrehozták, részrehoztak egy másik csoportot, vagy egy harmadikat. Hát így jöttek ugye a fehérek, feketék, barnák, sárgák, stb. Stb. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ugye több beavatkozás történt itt az emberiség életében, akkor arról nem is beszélve, hogy még Ádám sok száz évig élt, aztán utána beavatkoztak, hogy ne éljünk annyit. Tehát itt mindenféle beavatkozás volt, mindenféle, mondom, isteni lények itt lejöttek. Úgyhogy, hogy konkrétan Agaba fősámánhoz milyen isteni lény jött le, hogy ezt a tanácsot adta neki, hát azt a csoda tudja, amikor ugye 1300-ig itt jöhettek, mehettek a különböző istenségek, és ugye azoknak egy nagyon nagy része az űrjárműt használva jött, hogy testben is megjelenjen az emberek előtt. Természetesen, mert ugye a testi megjelenéshez kell egy hordozó eszköz, ahol ugye elszállítják a testet, és ahhoz kellett egy űrjármű. Tehát lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, elég sok hatásnak ki vagyunk téve, rendesen lett itt változtatva például az is, hogy ugye a középkorban meddig élt az ember, ahhoz képest azért már hosszabb az élettartamunk. De ha ezeket megnézzük, ugye most egy olyan világban élünk, ahol nem jöhetnek, mehetnek, így gyakorlatilag egy dolog van, nem számíthatsz arra, hogy most mit tudom én, neked jön egy Isten és segíteni fog, itt egyre számíthatsz, azt, hogyha te teszed a dolgodat, érted, aminek első lépése, hogy benn vagy egy pozitív közösségben, teszed a dolgodat, viszed az embereknek az információt, akinek csak tudod, viszed a tudást, akkor segítenek neked. Na nézzük meg, kik segítenek, jó? Tehát van egy felső hierarchia, az 7 szintből áll. Annak a csúcsán, a felső hierarchiának a csúcsán a teremtő áll. Ő az egy, a csúcs. És az alatt van 6 szint. A legalsó szintek az angyali szint, az angyalok, akik itt bőszen tevékenykednek a Földön. Ugye a legtöbb embernek van őrangyala, hát inkább én úgy hívnám, hogy segítő angyal. Azért őrangyal, mert legfeljebb akkor kell megvédeni, hogyha valami hülyeséget csinálsz, és akkor megvédi az életedet. De azon túlmenően inkább ők rendezik a történéseket körülöttünk. Ugye akik magasabb képességűek, akiknek nagyobb segítségre van szükségük, vagy több védelemre van szükségük, szó szerint, azoknak lehet, hogy van két vagy három őrangyala is. Oké? Okay? Tehát, de az biztos, hogy van egy. Na most, viszont volt ebben kapcsolatban egy információ, hogy amikor valakik beoltották magukat, azzal ugye azt mondták az őrangyalok, hogy köszönöm szépen, akkor kivonulok a védelemből. Ugye van egy ilyen kis prücök is. Jó, és lényeg az, hogy ezek az őrangyalok szervezik a dolgokat körülöttünk. Oké, mire alapozva? Tehát neked van egy születési bevállalásod. Tehát mielőtt leszülettél, a létközi állapotban bevállaltad a küldetésedet. Hogy mi a küldetésed? Mindenki bevállalta. Így van az életfeladat, így van. Küldetésed. Tehát amit feltétlenül teljesítened kell, és gyakorolnod kell. Tehát nem az a küldetés, hogy elérted, hanem az, hogy kellően be is gyakoroltad. Oké? Tehát magyarul van időd rá, hogy begyakorold. Tehát nem az életed legvégső szakaszában éred el a küldetésed, hanem előtte jó van, hogy be tud gyakorolni. Oké? Okay? Tehát mindenki egy ilyen küldetés alapján született. Az pedig három dologból áll, de természetesen kicsit más. Az, hogy tanulsz, az, hogy teszed a dolgodat, tehát amit tanulsz, annak alapján nyilván, és hogy átadod a tudást, tehát tanítasz. Mindenki ezt vállalta be.
Érted? Tanítasz. Ennek okay. van egy jelrendszer. Lehúzod, elmondod, és továbbad. Lehúzod, kibeszéled, elmondod, és tovább nyújtod, továbbad. Így van. És ami azt jelenti, hogy például vannak, akik ugye az emberek segítését ugye úgy oldják meg, hogy például gyógyítok. Ez teljesen jó. Csak egy idő után tanítani kellene azt. Már nem gyógyítani, mert nincs rá idő. Érted? Tehát az ember vagy gyógyít, vagy tanít, vagy valamelyiknek a rovására csinálja az egyiket. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy amit az ember tud, azt egy idő után tanítani kellene. Tehát nem elég az, hogy te tudod. És rajtad kívül még hány ember tudja? Ez a kulcskérdés, ezért minden ember ezt vállalta be, hogy nem elég, hogy teszi a dolgát, vagy nem elég, hogy tanul és teszi a dolgát, hanem átadja, amit tud. Hát erre nagyon nagy szükség van, hogy átadni az embereknek azt, amit ugye tudunk. És ugye ott a fönti létközi állapotban, ugye az előző élet és a következő élet, mostani életet között, ugye bevállaltad azt, hogy mi lesz a küldetésed. Hát ugye nagyon egyszerű. A mostani ember küldetése. Mikortól? Hát az 50-es évektől. Nagyon egyszerű. Tehát 40-es évek vége, 50-es évek elejétől. Nagyon egyszerű az aranykort létrehozni. És abban való részvétel. Ugye mit jelent az aranykor, ha valaki esetleg nem tudja? Egy elnyomásmentes olyan társadalmi forma, ahol csak fejlődés van. Tehát csak fejlődés van. Tehát az emberek, ha elnyomásmentes a társadalom, akkor képesek a fejlődésre. Tehát azért nem képesek az emberek a fejlődésre, azért nem tanulnak, mert elnyomják őket. De az lényeg az, hogy ugye ezért nőtt meg így az emberiség, mert képzeljétek el, hogy nagyon sok olyan lélek jött le, aki nem földi életet élt előzőleg. Én sem. Tehát én nem földi életet éltem előzőleg. Én a Siriuson tanítottam. És lényeg az, hogy rengeteg olyan ember van, aki nem földi életet élt. Most gondold végig. Tehát van egy születés, tehát a logikáját nézd. Van egy születés, érted? Tehát egy anya nem tud végtelen sok gyereket szülni egy élete során. Ugye ezt bebizonyították a hölgyek. Na most, gondold végig, az emberiség elindult pár száz fővel. Jó, utána, mit tudom én, még hozzátettek, mindegy. De akkor is, mondjuk 100 évvel ezelőtt, nem voltunk egy, vagy a múlt század elején, nem a múlt század elején, 1800-as évek elején, nem voltunk 1 milliárdan a bolygón. Tessék, vagyunk több mint 8 milliárdan. Honnan jött ez a ménkű sok lélek? Hát gondolkozzatok már. Ott parkíroztak. És várjunk több ezer évet, hogy majd megszületünk. Gondold végig. Nincs parkírozás. A múlt században, a múlt század vége felé, olyan 80 környékén, 80-70-es évek végétől 13 év volt egy újraszületés. Most 4 év az újraszületés. Halál után. Tehát gondold végig, ők meddig parkoltak akkor? Persze voltak, akik parkoltak, de az ember, a jelenlegi emberiség egy töredéke. Érted? De nem 8 milliárd ember. A 8 milliárd ember nagy részét most küldték le az elmúlt 200 évben. Érted? Tehát lehet, hogy inkarnációd volt, de lehet, hogy még csak a harmadik inkarnációban vagy, mert az 1800-as években születtél először. Lehet, hogy ez az életed az első. Hogy érzed egyébként? Ezt csak úgy kérdezem. Mit érzel? Mert hogyha te szellemileg nyitott ember vagy, akkor te nem 1000 éve vagy 2000 éve vagy itt a bolygón, abba biztos lehetsz. Oké? Okay? És ha pedig ugye az elmúlt 200 évben
születtél ide először, akkor azért jöttél, hogy az emberiséget kihúzd a slamasztikába. Ezt csak úgy mondanám, hogy tud. És tök mindegy, hogy most születtél először, vagy 200 évvel ezelőtt. Érted? Tehát érdemes lenne ezen egy kicsit elgondolkodni, és ebből a szempontból tök mindegy, hogy milyen korú vagy. Mert én találkoztam bölcsöregekkel régebben. Manapság csak elvétve. Sőt, és miért ne lehetne egy... Bölcs fiatal. Így van. Miért ne lehetne valaki benne kortól függetlenül bölcs? Miért ne lehetne? De a bölcsességhez mi kell? Az, hogy az ember nyitott a tudásra. Nem? És, de nem elég. Én azt láttam, hogy a bölcs emberek mindig tanítottak. Érted? Mindig, amit tudtak, adták tovább. És mindig akkor adták tovább, amikor arra szükség volt. Nem kéretlenül, érted? Hanem amikor úgy érezték, hogy na most az ő tanácsukra szüksége lesz annak az illetőnek. És mindig aktuális adott. És mindig arra vonatkozóan, amit hozzá ott kellett. Így van. Így van. És nem tudod elképzelni magadról, hogy bölcs legyél. Hát dehogy nem. Dehogy nem. Miért ne tudnád elképzelni magadról? Attól függetlenül, hogy milyen korú vagy. Nem az számít, hogy milyen korú vagy, hanem az számít, hogy mit akarsz még az életedben megcsinálni. Érted? Mert addig élsz, ameddig vannak céljaid. Érted? Nem anyagi természetű, hanem szellemi céljaid. Érted? Ez most egy nagy idő is erre, hogy most megvalósíthatod. Ez így egy van. Ilyen kor most. Így van. Mindenki megvalósíthatja azt, amiért lejött. Így van. Csak így van. Higgy el magáról, vagy keresse meg magába a magjába. Így van. Mindenkinek így van. Most nyitották ki ezt a lehetőséget. Soha a történelemben ilyen nem volt nem, még. Nem. Soha. Mint ami most van itt az emberiség életében. Hogy most tudunk létrehozni egy új korszakot, egy elnyomásmentes korszakot, amit úgy fognak hívni, hogy aranykor. Érted? Bennünk születik meg. Így van, így van. Ezért születtünk le. Nem kívülről. Így van, ezért születtünk le. Mindnyájan, akik szellemileg nyitottak, ezért születtek le. Mondom, nem feltétlenül ebben az életben, lehet, hogy az előzőben, vagy az az előttiben, de hogy nem inkarnálottál itt, mit tudom én, 50 vagy 100 életen keresztül, az hód biztos. Érted? Azok, akik nem nyitottak, azok elgondolkodtatnak azon, hogy hány emberi életet éltek már itt meg, de nekünk nem kell ezen gondolkodni, mert nem sokat, az biztos. Oké? Okay? Szóval... Igen, ez egy jó. Van itt olyan, aki el tudja magáról képzelni nagyon öreg lélek? Tegye fel a kezét. Hát én mindenki öreg lélek. Nagyon öreg lélek. Mindenki és öreg. És olyan, aki el tudja magáról képzelni, hogy most született először, tegye fel a kezét. Hogy most született először. Először ebbe a testbe. Tehát lehet, hogy már voltál a Földön, de hogy nem reinkarnációs sorozatként vagy most itt, azt ki tudja elképzelni. Kezeket? Egoval vagy ego nélkül. Itt a nagyságra. Nem nagyon tudjátok elképzelni. De miért nem? Azért, mert figyeld, most gondold végig, ha melyik a jobb neked? Hogy több ezer éve itt inkarnálodsz, vagy jöttél segíteni. Melyik a jobb neked? Hát akkor miért nem tudod elképzelni? Na akkor beszélek egy kicsit az öreg lélekről, jó? Tehát neked volt egy olyan földön kívüli életed, tehát egy földön kívüli voltál. Tehát nem a földön éltél, a föld az egy iskola. Érted? Az egy iskola, semmi más. A Földet azért hozták létre annak idején, hogy ne forduljon olyan elő, mint ami Luciferrel előfordult meg a csapatával. Érted? Hogy még egyszer ne legyen ilyen. És ezért ugye jöttek ide azok, akik tanulni akarnak, vagy hát nem úgy végezték a dolgukat, hogy kellett volna föntiként. És akkor kipróbálták ezt, azt itt maradtak. Na, de nem is ez a lényeg. Tehát ezt a kísérletet a Földdel kapcsolatban másfél millió éve kezdték el.
És ez 2012. december 22-ével ez a kísérlet befejeződött. És akkor miért van még emberiség, mert miért van bolygó? Hát azért, mert sok a jó ember. És ezért adtak még utolsó esélyt. Hát tudjátok, hogy akkor világ vége volt. Minden azt jósolta, hogy 2012. december 22-vel világ vége van, és tényleg világ vége lett volna, ha a fentiek betartják azt, hogy akkor van vége a kísérletnek. És a kísérlet vége az azt jelenti, hogy aranykornak kell lenni 2012. december 23-mal, itt a bolygón aranykornak kellett volna lennie. Csak nem jött össze. Na most, mikor ezt a bolygót létrehozták, ez az univerzum széle volt. Ez az univerzum széle az azt jelenti, hogy tényleg a széle, utána már nem volt a naprendszerek. És azóta, mikor ezt a bolygót létrehozták, ahhoz képest egy csomó naprendszer lett kifelé. És ez már nem az univerzum széle, hanem sokkal közelebb van az univerzum közepéhez, mint az univerzum széléhez. Mondom, sokkal közelebb van, képzeljétek el, a Föld. És a Föld alacsony rezgése zavarja az univerzum központját. Ez a fő probléma. Mert mivel nem messze vagyunk a központtól, hiába akkor még az univerzum széle volt. Ez olyan, mint a Józsefváros, tudjátok. Az volt a város széle. Most meg már a városhoz egész közeli központ. Jó, tehát lényeg az, hogy maga ez a bolygó, ezzel a rezgéssel útba van. Oké, a fentieknek. Tehát vagy megemeljük a rezgését ennek a bolygónak, vagy más durvább cselekvést fognak cselekedni. Érted? Egyébként van már egy kézbolygó az univerzum szélén, ami földszerű, és lehet oda egy másik naprendszer természetesen, ahova lehet majd oda inkarnálódni. De nem ide, mert itt nem lehet inkarnálódni. Csak olyanoknak, akik jó rezgést vállaltak be. Világos ez? És ez az, mert pedig ugye mindenki jó rezgést vállalt be. Tehát itt vagyunk mi emberek, és nem csinálhatjuk azt, mint eddig évezredeken keresztül az emberek, hogy hát várjuk, hogy mások megoldják. Tehát vagy magunkért teszünk, tehát emeljük a saját rezgésünket, azt nem lehet mással, csak tudatos tudással. Tehát ami azt jelenti, hogy tudatosan egyre több és több információt kell szerezni az élet és az ember működéséről, de figyeljetek arra, hogy sok olyan dolog van, amit félrevisz. Hát ezek a vallások például. Tehát félrevesznek, vagy olyan ilyen szektaszerű akármi működések. Sok spirituálisnak hívott így van. Valaki. Sok olyan tanító, aki így van, aki látszatra jó szolgálatot tesz az embereknek, de aztán közben mégse. Mindig mi alapján tudod meghatározni? Az etika alapján. Tehát mennyire etikus egy személy. Érted? De nem úgy, mint asztrológia, vagy nem. Az etikusságnak vannak szabályai. Tehát például a legalapvetőbb szabály, hogy például nem teszel olyat, amit nem szeretnéd, ha veled tennének. Ez az első. Nem rágalmazó, nem terjesztő. Így van. Tehát olyat nem teszel, amit nem szeretnél, ha veled tennének. Akkor például következő szabály, hogy nem teszel olyat, ami a többség érdeke ellen van. Érted? Tehát ez egy második szabály. Többség érdeke ellen olyat nem tesz az ember. És akkor itt vannak még a mulasztások, hogy megteszed azt, amivel a többség érdekét szolgálod. Érted? Vagy szolgálnád? Ha nem teszed meg olyat, ami a többség érdekét szolgálnád, akkor az mulasztás lenne, és a mulasztás is ártó tett. És ma a mulasztás a legnagyobb probléma bolygón. Nem a rengeteg ártó tett. Hiába az ártó tettet itt nyomják, érted? Nem az a legnagyobb baj, nem a háború a legnagyobb baj, meg ilyen-olyan bűnözés, hanem az emberek mulasztása. Nem teszik meg azt, amit megtehetnének. Tehát a bolygón ez a legnagyobb probléma. Jó? Ami annyit jelent, hogy
hogy ugye van egy jó pár szabály itt az etikával kapcsolatban, tehát az etikus élet az egy alap dolog. Tehát például egy tanító tanít, és vajon csinálja is azt? Érted? Mindig ez a kérdés. Hogy amit tanít, azt csinálja-e? Érted? Ha csinálja, akkor az egy helyes tanító. Ha nem úgy él, akkor az, tudjátok, bort iszik, vizet prédikál. Így van. Így van. Így van. Tehát ez egy alap dolog, hogy azt, amit tanítunk, úgy is éljük az életünket. És ugye tudjátok, hogy mivel rengeteg, beszéltem róla, hogy rengeteg entitás lejött a 13. századig. A 13. századi rengeteg irányzatot, vallás, szektát hoztak ezek létre, ezek a lejövő lények. Miért? Mert úgy nyernek energiát, hogy őket imádják. Így van. És ezáltal ugye rengeteg irányzat lett a bolygón. És most kérdés az, hogy van egy tanító, vajon ő mennyire jó istenségnek a képviselője? Mindig ez a kérdés. Mert például mondjuk a Jehova nevezetű istenség, az egy büntető isten volt. Érted? Egy isten nem büntet. Az nem, amelyik isten büntet, az nem jó isten. Bármilyen isten, ami büntet, az nem jó isten. Érted? A jó isten az mit csinál? Rávezet. Érted? Rávezet és megbocsájt, persze. De rávezet. Nem megbüntet. Ha rossz dolgot csinálsz, akkor rávezet arra, hogy min kellene változtatni. De nem megbüntet. Érted? Tehát az egész paradicsomi jelenet, ami ott le van írva, úgy, ahogy most a Bibliában, köszönöm szépen, a Bibliában le van írva, az hazugság. Az úgy, ahogy van. Az hazugság. Most gondoljátok végig, ugye a Bibliában az is meg le van írva, hogy Mózes fölment ugye a hegyre, lehozta a kőtáblákat, mit tudom én, meddig volt ott, és utána lehozta a 10 parancsolatot. De gondoljátok végig, mi volt utána az első dolga? Azt parancsolta neki a jó istene, ugye Jehova, hogy gyilkoljon meg ott, mit tudom én, hány ezer embert, aki bálványt imádott. Érted? Gyerekeket, minden, felnőtteket, mindent, öregeket, érted? Gyilkolja le őket. Ez milyen isten? Ez milyen isten? És tudjátok, hány olyan tanító van, aki különféle istenségektől kapnak tanácsokat? Tehát ugye én kapok, azt mondja, hogy 12 éve biztos, hogy kapok rendszeresen információkat fentről. Tehát úgy is, hogy föltettek egy kérdést, amire mondjuk nem tudom a választ, és akkor 3 perc múlva megkapom a választ. És nyilván ezek olyan dolgok, aminek nem, tehát ha valamit utána tudsz nézni, mit tudom én, mennyi, 5x5, azt nem adják meg válaszként, mert azt megnézzük, a más nem a lexikonban. Értitek? Tehát olyan dolgok, ami az élet és az ember működésével kapcsolatos. De én még azóta, 12 év alatt nem kaptam egy olyan információt sem, ami hamis lett volna. Pedig képzés közben is szoktak adni információkat, tehát nem csak kérdésre. Megcsinálják azt az emberek, hogy föltesznek magukba egy kérdést, előadás közben, akár több ezer kilométerre tőlem. És abban az előadásban megadom a választ. Tehát ami azt jelenti, hogy elég jó kommunikációban vagyok. Ugye az a bizonyíték, hogy tanítottak az etikára, ők adták át az etikával kapcsolatos anyagot, anyagnak a nagy részét, nagyobb részét ők adták át, és azt látom, hogy teljes egészében be is tartják. Úgy, ahogy van. Tehát nincs ilyen, hogy mit tudom én, vidd el az embereknek a tudást, azt közben gyíkod le őket. És akkor itt van a szeretet kérdés. Gondoljátok végig. Ez az alapunk. Ez kellene, hogy legyen az alapunk, a szeretet.
mindnyájunknak. Hiszen az imént beszéltem róla, hogy ugyanaz a lélek van bennünk. Érted? Ugyanarról a tőről, a teremtőről származik a lelkünk, mindnyájunknak. Tehát közelebbi rokonságban van a lelkünk, mint egy iker esetében. Még annál is közelebbi. Mert mi teljesen azonosok vagyunk lélekben. Érted? És minden lélek, amelyik lejön, ugye bevállalja a küldetését, tudjátok, mikor jön le, nem a születéskor, hanem a fogantatáskor. Tehát a fogantatáskor lejön a lélek, és teljes szeretettel, ugye mivel ugye bevállaltad a küldetésedet, mi van előtt, mi van utána? Utána van a törlés, tudástörlés, kitörlik a tudást. De előtte már kiválasztottad a családot, ahova beszülettél, vagy beszületsz. Megvárod, ugye, mikor már a fogantatás jön, előtte megvan a lélek, a tudástörlés, a léleknek a tudástörlése, és úgy működik a lélek, képzeljétek el, ha kitörlik belőle a tudást, egy dolog marad, a feltétel nélküli szeretet. Képzeljétek el. Ezért van az, hogy egy kiegyensúlyozott gyerek, aki kiegyensúlyozott édesanyja gyermeke, és megszületik, feltétel nélküli szeretettel bír, teljes egészében. Érted? És a külső hatására tűnik el ez a feltétel nélkül szeretet. De az alapja akkor is bennünk van, a magja, akkor is bennünk van a feltétel nélküli szeretetnek. Hiszen így születtél, így jöttél a bolygóra, feltétel nélkül szeretettel, lélekként, érted? Te nem a gonosz voltál, aki alulról jött, érted? Hanem a feltétel nélkül szeretettel rendelkező lény. És képzeljétek el, hogy az emberek feltétel nélkül szeretettel tudnák egymást szeretni. Milyen bolygó lenne ez? Milyen rezgés lenne itt a bolygón? Hát szó szerint szárnyalnánk, érted? Szó szerint. Tehát egész más. És ahhoz, hogy az emberek jobban tudjanak szeretni, kell közösség. Kell olyan közösség, ahol szeretik. Kell olyan közösség, ahol szerethetik egymást az emberek? Kell? Hogy ne kellene? Persze. Kell olyan, hogy megöleljük egymást? Kell? Hogy ne kellene? Így van. Tehát a szeretet az egy olyan fontos dolog, ami által tudjuk az aranykort elérni. A szeretet által. Ugye sokat lehetne a szeretetről beszélni, és ugye nem, erről nem csak én tudnék beszélni, a szeretetről, de gondoljátok végig, hogy melyik a jobb? Az, hogyha haragszunk egymásra, vagy ha szeretjük egymást. Melyik a jobb? Kinek melyik a jobb? Hát egyértelmű, nem? Mire jó a haragvás? Erre jó példa, ha haraggal fekszel le, tehát veszekedtél. Tök mindegy, hogy otthon vagy bárkivel, és hogy harag vagy gyűlölet van a szívedben, nem tudsz aludni, nyugtalan vagy, másnap mosott vagy. És ha megvan az első pont, ahol ez oldódhat, igazából a békességet keresi jobban, abban a pillanatban helyreállsz. De ennél többre jársz, hogyha másikba is vissza tudod állítani. Mert akkor nagyon túlteljesítetted magad. Mert ez a feladat. Hát szerintem itt a szeretetnél csináljunk szünetet, és akkor... hogy most én javasolja. Jó, és akkor utána lehet már kérdezni, jó? Lehetne egy kérdésem, akkor kérdésem. Van, beszéltetek Mózesről, felment a táblát.